mosolygós, boldog gyermekarcokkal telt meg a dalmandi csemeteliget június első hétvégéjén. Ekkor tartotta meg az önkormányzat a gyermeknapi rendezvényt. Nagyon örülök neki, hogy meg tudtuk szervezni ezt a mai napi júniálist. Ez egy pótgyermeknap, amit amiatt tartottunk meg, mert hiszen az ország lehetővé tette és a kormány nekünk, hogy tartsunk egy csemeteléket ültetést, levegyük a maszkjainkat, és végre aki leoltatta magát és védi magát a Covid ellen, az részt tudjon venni ezeken a rendezvényeinken. Ugyan közterületre nem kell az igazolás, de azt gondoltuk, hogy nagyon kell már nekünk. A mai napot úgy szerveztük, hogy 4 órától 8-ig, ennek oka volt. Tehát azt gondolom, hogy a pici babákat le kell ebéd után fektetni, aludni, megebédelnek, felkelnek, és utána 8 óráig bírják, és vidáman végig tudják csinálni ezt a délutánt, és kiszabadnak végre édesanyjukkal, édesapjukkal, hogy közösségbe tölthessék el ezt a délutánt, úgyhogy szabadon mozoghassanak közösségben gyerektársaik, fiataltársaik körében. A gyerekeket a polgármester és a képviselőtestület a saját költségén látta vendégül. Túrós, lekváros, nutellás, kakaós palacsintával, kürtös kaláccsal, hagymás zsíros kenyérrel és hideg limonádéval várták a résztvevőket. Úgy tartjuk meg a dalmandi gyermeknapot, pótgyermeknapot, hogy a képviselőtestület és a polgármester hozzájárulásával, tehát palacsintát sütünk, kürtös kalácsot adunk, limonádét a gyerekeknek, ami nem az önkormányzat költségét terheli, hanem ezt úgy gondoltuk, hogy megérdemlik ennyi idő után, hogy nem tudtak kiszabadulni az otthonaikból. Játék és sportvetélkedő is szerepelt a programban. A legkisebbek pedig a játszóházban élvezhették a boldog gyerekkort. 7-es rúgóversenyt, 11-es rúgóversenyt és dekaversenyt rendeztünk a fiataloknak, amit kihirdettünk, hogy fiúk és lányok egyaránt jöhetnek. Tehát azt gondolom, hogy sokan vagyunk most itt, sokan megengedték maguknak azt, hogy végre igen, kijöhessenek, és itt a szabadtéren eltölthessék az idejüket. Nagyon boldog vagyok, és nagyon örülök neki, hogy ilyen szép számban összegyűltünk. Kedvezményesen biztosították nekünk az íjászati versenyt, a légvárat, a lufi hajtogató versenyt és a játszóházat, ami a 0 éves korosztálytól végül is a 3 éves korosztálynak megfelelő, a légvár viszont a 3 éves korosztály feletti korosztálynak felel meg. A közösségi programok tovább folytatódnak a faluban, az önkormányzat retro diszkót rendez, és már lehet jelentkezni a Krisna-völgyi kirándulásra is.